bővülő feladatok, a menekültek ellátása volt és az ügyeleti rendszer működtetése lesz a mentők legkomolyabb feladata. Lendületes év, megújult a piac és műfűves pálya is létesült 2022-ben Tiszavasváriban. Különleges hangulat, 100 000-nél is több látogatót vonzott idén a Sóstói Múzeumfalu. Az ukrán menekültek egészségügyi ellátása jelentette a legnagyobb kihívást 2022-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó mentőszolgálatoknak. Ebben az évben több mint 3 millió kilométert tettek meg, és 76 ezer mentési feladatot láttak el a mentősök. Boldog új évet kívánok! Ez 2023 első híradója a Kölcsei Televízióban. Új kihívás lesz a mentők számára a jövőben, hogy az egészségügyi rendszer átalakításával megkapják feladatul az ügyeleti rendszer működtetését. Ezen túlmenően fejlesztéseket is terveznek. Új mentőállomást szeretnének építeni Vásárosnaményban. 2022 számos feladatot és kihívást tartogatott a mentőszervezeteknek. Nem csak a Covid-járvány lecsengése tehető erre az időszakra, de a nemzetközi háborús helyzet is nagy terhet jelentett a szabolcsi mentőegységeknek. Az orosz-ukrán háború eddig nem látott helytállást követelt a civil szervezetektől és a hivatásos egységektől egyaránt. Ebben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hatványozottan érintett volt. A leterheltséget nem csak a megtett több mint 3 millió kilométer mutatja, hanem a feladatszám is. És több mint 76 ezer mentési feladatot végeztünk, tehát igencsak nagy volt a terhelés 2022-ben is. A fejlesztések terén elmondhatjuk, hogy azért ezek folyamatosan zajlanak, és nem állt meg az idén sem, főleg eszközfejlesztésről számolhatok be. Egy lehetőség megragadásával kapcsolatban alapítványi forrásokat is bevonva lehetőségünk nyílt, hogy az Észak-Alföldi régió és így Szabolcs megye lehetett az ország első olyan régiója, megyéje, ahol minden mentőegységen rendelkezésre áll olyan speciális gyermekrögzítőt, ami a sérült gyerekek ellátásához volt szükség, úgyhogy ez egy külön forrás, egy külön eszközbeszerzés révén valósulhatott meg. Ez azt a célt szolgálta, hogy minél több és minél jobb minőségű felszerelés legyen minden mentőautóban. A beszerzett eszközök darabonkénti ára 100 ezer forintos nagyságrendű, amelyekkel most már a megye összes esetkocsija rendelkezik. Ez az eszközbeszerzés meghaladta az 1 millió forintot a térségünkben. A fejlesztések pedig 2023-ban is folytatódnak, mentőállomások újulhatnak meg, sőt új építése is tervben van. Vásárosnamény mentőállomás felújítása, Kemecsén szóba került új mentőállomás építése, akár Vásárosnaményban is új mentőállomás építése, tehát több ilyen kérdés az, amely napi renden van. Ezekhez a forrásokat keresjük, és ezt próbáljuk úgy megindokolni, hiszen az igény, a szakmai igény az alátámasztott, ezek a mentőállomásokon lenne helye, módja ezeket a lépéseket megtennünk. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő évben is lesz olyan feladatunk, amely a mentőállomás hálózat korszerűsítését, fejlesztését űzi ki maga elé. Új kihívás lesz 2023-ban a 2022. december elején megszavazott átalakuló egészségügyi rendszer is. A törvénymódosítás a házi orvosi és a védőnői ellátást, az alapellátási ügyeletet és a szakápolást érinti, de a szakrendelők állami kézbevételéről is dönthet március környékén az országgyűlés. Az ügyeleti ellátás átalakításának végdátuma 2024. február 29-e, ezt megelőzően fokozatos lesz a feladatelvállalás. Egészségügyi, infrastruktúrális és turisztikai fejlesztések kezdődtek el és valósultak meg 2022-ben Tiszavasváriban. 440 millió forintból megújult a piac, korszerűbb lett a hozzátartozó parkoló és egy műfűves focipályát is kialakítottak. A távlati tervek között pedig egy 4 csillagos szálloda megépítése szerepel a gyógyvizes fürdő közelében. Az elmúlt néhány évben összesen 25 projekt indult el, vagy fejeződött be Tiszavasváriban. Így a település nagy tervekkel vágott neki a 2022-es évnek is. Befejeződött például több mint 10 kilométernyi közút felújítása. Az infrastruktúrális fejlesztésre még 2020-ban kaptak egyedi kormányzati támogatást. A városban élők számára fontos az egészségügy, ezért két létesítmény is megújul. Az egyik a volt családok átmeneti otthona, itt a Szociális Szolgáltató Központunk kerül majd elhelyezésre, úgyhogy ennek az átadása is hamarosan majd megtörténik, hiszen a kivitelezési munkáknak már a végén
vagyunk. A másik pedig a házi orvosi rendelőnknek a bővítése, ami azt jelenti, hogy a régi védőnői épületet ezt lebontottuk, alapjaiból újjáépítjük, két új orvosi rendelő kerül kialakításra, a vérvételi helyünk fog megújulni, parkolók kerülnek kialakításra, és lesz egy mentőpontunk, ami azt gondolom, hogy egy 13 ezer fős település életében óriási jelentőséggel bír. Vannak nagy üzemeink, nagy gyáraink, ott van az Alkaloida, egy veszélyes üzem, és azért nem mindegy, hogy a mentő mondjuk 7 kilométerről távolabbról, vagy 21 néhány kilométerről Nyíregyházáról érkezik, ha baj van, vagy esetleg helyben van a segítség. A tervek szerint ennek átadása áprilisban lesz. A zöld városközpont kialakítása régi vágya volt a városvezetésnek. Erre 2016-ban pályáztak először, de a támogatást csak később nyerték el. 7 elem átadása már megtörtént. Több mint 1000 négyzetméteren megújult a piac. Fedett részeket alakítottak ki, megoldották a világítás és a csapadékvíz elvezetésnek a problémáját, valamint egy 86 férőhelyes parkolót is kialakítottak. A piac mellett egy műfüves focipálya épült, ahol a hatékony edzést öltöző és gazdasági egységek támogatják. Ezt tavasszal vehetik majd birtokba a sportolni vágyók. A projekt keretében kerékpárutat és járdát újítottak fel, valamint növelték a zöld területek nagyságát. A fejlesztési csomag 8. eleme a találkozások házának felújítása. Jelenleg a külső szigetelés és egyéb energetikai, esztétikai felújítások zajlanak. A folyamatos városi igényeket kielégítő fejlesztések egyre vonzóbbá teszik Tiszavasvárit és az itt található gyógyvizes strandfürdőt. Üdülő területet már nem csak magyarok, szlovákok is vásárolnak. A turizmusra ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektet a városvezetés. Nemrég a nyíri mezőségben elnyert pályázati forrásból a Fehérszik mellett alakítottak ki parkolót és kilátót. Elindítottunk egy projektet kormányzati támogatással. A turisztikai ügynökség 2020. novemberében járt Tiszavasváriban, és hát a lobbinak és a támogatásnak köszönhetően bejelentésre került, hogy Tiszavasváriban a strandfürdő mellett megvalósulna néhány éven belül egy 50 szobás négycsillagos szálloda. Ennek az első ütemét, ennek a lépését, az első lépését a település már meg is tette és teljesítette, hiszen első fázisban kaptunk egy 100 millió forintnyi összeget az előkészítő munkálatok elkészítésére, elvégzésére. Telekalakításról beszélünk, tervekről, engedélyekről, megvalósíthatósági tanulmányról, közbeszerzésről, és hagyd ne soroljon még mennyi mindenről, mert hát egy ilyen projekt előkészítése az nagyon-nagyon sok munka és nagyon-nagyon sok feladat, de ennek a végére értünk. A közbeszerzési eljárásunk hamarosan lezárul, tehát a kivitelező kiválasztása hamarosan meg fog történni. Ez körülbelül januárra tehető majd, ami azt jelenti, hogy elméletileg akkor meg lesz a projektnek a kivitelezője, de feltételes közbeszerzés került kiírásra, ezért gyakorlatilag akkor fog megvalósulni ez a beruházás, amennyiben a kormányzat hozzáteszi a megfelelő forrást, a megfelelő pénzösszeget. A négycsillagos szálloda felépítése még távoli, de 2023-ban sem maradnak fejlődés nélkül az itt élők. Top Plusban 8 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebből 2-re már az előleget is megkapták. Az egyik jelentős beruházás és fejlesztés az az élhető település központ kialakítása Tiszavasváriban, című Top Pluszos pályázat. Ez 420 millió forint értékben kapott támogatást, 413 millió forint meg is érkezett a számlánkra, mint előleg, úgyhogy elindulnak az előkészítési munkák. A koncepció arról szól, hogy megújítjuk a központi parkot, megújítjuk a takarék előtti parkot, megújítjuk úgymond a görömbei cukrászda előtti parkot, az OTP előtti parkot és a gimnázium előtti parkot. Itt füvesítés, zöld terület kialakítása, parkoló átalakítása fog megvalósulni, a központi parkunkat pedig teljes egészében átformáljuk, egy közösségi térré, és hát egy ilyen emlékparká is, hiszen ott található a különböző emlékművek, különböző szobrok. A már elkezdett külső felújítás után a találkozások házának belső felújítása is meg fog történni, sőt az ifjúsági táborban és az idősek otthonában is hamarosan elkezdődhet egy energetikai felújítás. Kedves nézőink, elérkeztünk a 2022-es évről készült visszatekintő sorozatunk utolsó decemberi részéhez. A tavaly év záró hónapjában jutott hír a gazdaság, az oktatás és a kultúra területéről. Kiderült emellett, hogy mi lett a megyei értéktár legfrissebb eleme.
December elején mutatták be a 2021-es évet elemző Top 100 rangsort, amely a legjobb eredményeket felmutató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásokat mutatja be. A kiadványból kiderült, 2021-ben 16%-kal növekedett a megyei társaságok nettó árbevétele 2020-hoz képest. A díjátadón elhangzott, a háború okozta gazdasági hatásokra reagálva, a kis- és középvállalkozások támogatása volt az elsődleges kormányzati prioritás. Igazából a Top 100, most már mondhatnám, egy évnek a zárás, egy ünnepe, szénkor szembesülünk azzal leírva, hogy a megye 104 vállalkozó kifér bele árbevétel szempontjából. Várjuk azt, hogy benne maradtunk, nem maradtunk, hogyan szerepeltünk. 2021-ről van most szó, az sem volt egy könnyű év, és viszont akkor még ment a Covid és ment a pandémia. Egyet tudtunk, hogy ezt le fogjuk tudni győzni. Szerencsére ma már azt mondhatom, hogy ennek a nehezén túl vagyunk. Tehát igazából 2021-ben még olyan évük volt a vállalkozóknak, amikor nem kellett annyi minden szembesülni, mint 2022-ben, 2023-ban. Több mint 500 négyzetméterrel bővítette üzemcsarnokát, és új eszközöket is beszerzett egy fémelemeket gyártó Tímári cég. A társaság Európai Uniós forrásból valósított megfejlesztést. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, a december elejé átadó ünnepségen arról beszélt, hogy a kormány számára kiemelten fontos, hogy támogassa a kis- és középvállalkozások beruházásait. Ma Magyarországon a kis és közepes vállalkozások adják, vagy foglalkoztatják az emberek kétharmadát. Ez nagyon lényeges dolog a versenyszférában, és azért örülök, hogy itt a Timári Ipari Parkban, amely jó környezet, és tulajdonképpen több cég megtelepült, a versenyképességet tudják javítani, és az Optigen Kft. Több lábon áll, 60 családnak adnak munkát, és ezt sikerül majd megőrizni. 100 millió ember fogja a nevedet hálás imáiba foglalni, akiket megmentünk attól, amit a 20. évszázad tartogat nekik. Főleg az első fele. Nagy sikerrel lépett fel december elején a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata. A művészek Szőcs Géza Rasputin című drámáját játszották, amely már több fesztiválra is meghívást kapott. Legutóbb augusztusban Kisvárdán a legjobb férfi főszereplő díját és a legjobb társulat díját is elnyerték. Amikor egyszer csak bevillant ez, ő azt mondja, hogy én hoztam elő, én azt mondom, hogy ő, már egyikünk sem emlékszik, de amikor bevillant maga ez a tény, vagy ez a darab, onnantól kezdve én azért kaptam lázat, mert nagyon hiszek a jelekben, és hajlamos az agyam úgy konvertálni, hogy ezek jelek voltak, hogy én már előzményileg ismertem ezt a darabot, amit itthon úgy tudom, hogy kevesen ismertek. Tehát Magyarország a mai napig nem volt bemutatója ennek a darabnak, ennek az előadásnak, ennek a szövegnek. Ehhez mértem már több országban bemutatták, és a legközelebbi Magyarországhoz első ország az Romániában, Erdélyben, Szatmárnémetiben történt, és talán ezt a kérdéskört is fogjuk valamilyen szinten érinteni a ma este folyamán. December 12-én megnyílt az új bölcsőde Kálósemjénben. Az 28 férőhelyes intézmény 160 millió forintból épült meg. A bölcsőde nem csak a gyermekek, hanem a munkába visszatérő szüleik számára is létfontosságú. A Kálósemjéni bölcsőde kialakításához az óvoda udvarából kellett felállozni egyrészt, de hogy az obisoknak továbbra is legyen elegendő szabad terület a mozgáshoz, a szomszédterület megvásárlásával alakította ki nagyobb udvart. Ez a bölcsőde, ez az új bölcsőde, ez 2019-es központi költségvetési forrásból valósult meg. Bruttó 160 millió forintos támogatást kapott az önkormányzatunk, hogy kialakítsa ezt a kétcsoportos bölcsődét, ami 28 gyermeknek a befogadására alkalmas. Már jelenleg is december 1-től folyamatosan érkeznek hozzánk a gyermekek, úgyhogy ők már birtokba is vették, és bízunk benne, hogy mi hamarabb teljes létszámmal tudunk tovább menni. A megye önkénteseit is díjazták a Mária Pócson tartott jótékonysági málon december közepén, amelyet a Hérodeosz Egyesület és partner szervezetei rendeztek a kárpátaljai nehézsorsú fiatalok megsegítésére. A három díjazott közül volt, aki a közösség szervező munkájáért, mások a menekülteknek nyújtott áldozatos segítségnyújtásért kaptak elismerést. Kis András, a Hérodeosz Egyesület főtitkára azt mondta, több mint 100 önkéntessel dolgoztak együtt az elmúlt évben.
Ebben a jelenlegi nehéz háborús helyzetben nagyon sok fiatalnak van nehézsége, és a kárpátaljai magyar fiatalok közösségeinek és oktatási intézményeknek, a Szent Gellért Katolikus Kollégiumnak, a Munkácsi Egyházmegye ifjúsági közösségeinek és az Ungvári Ingyen Konyhának gyűjtünk, és ebben ennek a gyűjtésnek a keretében közel 1 millió forint is egy több 100 000 forint értékű tárgyi adomány jött össze. Ez a gyűjtés is még egy hétig folytatódik, és ennek az egész eseménysorozatnak egy központi ünnepsége a mai nap, amelyet a szeretet, a közösségünk szeretete, a másokon való segítségnyújtáshoz kapcsoló szeretet, és a másokért való közösségvállalás és áldozatvállalásnak a szeretet része fogja össze. Karácsony időszakában, advent a várakozás időszakában, a karácsony ünnepét várva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Ennek a jegyében szerveztük ezt a mai ünnepséget. Tornaszobával bővült a nyírkátai Lurkó-Kuckó óvoda. A 90 négyzetméteres építményre a Magyar Faluprogram biztosította a szükséges, közel 30 millió forintos forrást. Jelenleg 68 gyermek jár az óvodába, akik most már biztonságos körülmények között mozoghatnak az intézmény falain belül. Maga az épület úgy lett megvalósítva, meg a pályázat is úgy szólt, hogy az építésre adtak finanszírozást. Tehát a többi dolgot azt ugye nekünk kell megvalósítani, tehát még az ablakokhoz, ahogy látszódik is, ugye a radiátorok már el vannak zárva, de az ablakok elé még háló fog kerülni, illetve a mennyezeti lámpákat is védeni fogjuk rácsa. A padló az pedig egy nagyon korszerű, úgymond vinil lapokból készült el. Ez is strapabíró, tehát a gyerekek használhatják nyugodtan, nem lesz semmi gond, mert csúszásgátló, és bírja a használatot. Új elemmel az északkeleti nyelvjárással bővült a Szabolcs-Apán-Bereg megyei értéktár. A régió tájnyelve azért is különleges, mert a 19. század közepétől alapját biztosította az újítást követő köznyelv kialakításának. A felső-tiszavidéki nyelvjárás a megyei értéktár 158. eleme. Egy olyan kulturális értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely úgy gondoljuk, hogy egy nagyon erős identitás növelő érték, és ennek a megmaradása az lényegében a magyarságunk és a nyelvünk megmaradását is jelzi, és ezért valóban szimbolikus az értéktárba való bekerülése, és hát azért nem előzmény nélküli, hiszen a Nyíregyháza városi értéktárban is szerepel az az érték, amelyet úgy nevezünk, hogy északkeleti nyelvjárási régió, vagy felső-tiszavidéki nyelvjárás, amely nyelvjárás alapjában határozta meg azt a nyelvet, amelyet ma beszélünk, és ezért is mondjuk azt, hogy ez a nyelvjárás, ez egy olyan érték, amelyet meg kell őriznünk, át kell adnunk az utánunk következő generációnak, sőt éltetnünk kell, mert valóban alapjában határozza meg azt a magyarságot, amelyre büszkék vagyunk. A megyei értéktárban nem csak maga a nyelvjárás, hanem az elmúlt csaknem 30 év kutatási anyaga is bekerült. Ez pedig a következő évek, évtizedek kutatásaiban is nagy segítség lehet. 100 000-nél is több látogató volt kíváncsi 2022-ben a Sóstúj Múzeum falu kiállításaira. Balogné Szűcs Zsuzsanna múzeumigazgató úgy látja, a rekordszámú érdeklődő a különleges atmoszférának köszönhető, amelyet a skanzen az év szinte minden évszakában garantál. Kócbajuszú pulyaszedő, busók és alakoskodók, a disznótoros fesztivál szakács és böllér versenyzői, és persze jó étvágyú érdeklődők lepték el február közepén a Sóstói Múzeum falut Nyíregyházán. Egy hónap múlva már hagyományőrző huszárok vonulnak a Sóstói Múzeum falu utcájában, ahol az idén a szokásosnál hamarabb már márciustól fogadták a látogatókat. A nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén számos hagyományőrző programmal készültek, a gasztronómia is a tradíciókat idézte. A Kossuth kifli és a pozsonyi kifli mellett a gazdagon díszített kenyérlángost is megízlelhették a látogatók, de a Pilvax kávéház szellemében a kávékóstolás sem maradt el. Ez pedig már a nyár legvarázslatosabb éjszakájának is nevezett Szent Iván éjjele, ahol a szerelmesek tűzugrása már szintén hagyománynak tekinthető. Áprilisban a megyei értéktárat bemutató tárlat a skanzen Túr István dicsőrjében vált az állandó kiállítás részévé.
Az évadot húsvétkor kezdtük egy önálló kiállítással, egy állandó kiállítás nyílt meg, amit a Hungarikum pályázat jóvoltából tudtunk megalkotni. A Túr István díj Csürme-Jánkmajtisi portán látható, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értéktárának elemeit mutatja be. Ez egy nagyon-nagyon jó felütése volt az évnek, hogy egy ilyen kiállítást nyithattunk meg. Ezen kívül 4 vendég kiállításunk volt, melyek közül kiemelném a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Handlétól a Grand Café című kiállítását, ami Szent Iván éjszakáján nyílt meg, és hát természetesen jó zárás, ami nyitás is egyben, az a vendéglőnk megnyitása, a Kalamáris vendéglő, mely a Petőfi 200. évfordulójához kapcsolódóan nyílt meg. A múzeum dolgozóinak nem csak az állandó és ideiglenes kiállításokkal, hanem egyéb hagyományőrző programokkal is sikerült megszólítani az érdeklődőket. A Nemzeti Tehetség programban a népi építészet ismereteiből tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum diákjainak. Nagyon kemény volt, nagyon pörgős volt, de nagyon kreatív évet tudhatunk magunkinek, ez köszönhető annak, hogy egy fiatal, agilis csapat van a Sostomi Múzeum falu állományában, akik szeretnek itt dolgozni, aktívak a munkájukban, és a 100 000 fő feletti látogatószámat annak is köszönhetjük, hogy megdolgozunk a látogatókért. Nem csak folyamatos marketing, a social media felületein aktívak vagyunk, hanem megszólítunk akár közösségeket, csoportokat és cégeket is, hogy töltsék itt a szabadidejüket. A szabadidő piacon a közgyűjteményeknek nem könnyű a helyzete, de azt gondolom, hogy mivel mi szabadtéri néprajzi múzeumként egy különleges atmoszférát tudunk adni a vendégeknek, szolgáltatásaink pedig abszolút autentikusak, a múzeumfalu milliójéhez illenek. Úgyhogy talán ennek köszönhető az, hogy sokan jöttek el hozzánk. A múzeumfalu utolsó nagyszabású rendezvénye a Mártonnapi Vigasság volt november 12-én, amely után ugyan a skanzen szabadtéri része bezárt, de a Petőfi tematikájú kiállítás jövő május 31-éig továbbra is megtekinthető. Emellett a múzeum folyamatosan várja a bejelentkezett csoportokat, különös tekintettel az általános és középiskolásokra, hiszen múzeumpedagógiai programokkal is készülnek a téli időszakra. Bár egy hónapig albérletbe kényszerültek, elégedetten tekintenek vissza a 2022-es évre az Aquaese vízilabdázói. Az országos bajnokságban szereplő gyermek, serdülő és az ifjúsági csapat számára 2023-ban az előrelépés a cél, az egyesület pedig tovább szeretné növelni tömegbázisát. Felnőtt korba lépett tavaly az Aquaese 18. születésnapját ünnepelte az egyesület. Az úszásoktatásban résztvevőket, a vízilabdázókat és a hobbiúszókat számolva mintegy 250-en mondhatják magukat akvásnak. Bár ősszel akadtak nehézségek az edzésekkel és a meccsekkel, egy hónapra újfehértői albérletbe kényszerültek, az egyesület elnöke elégedetten tekint vissza az elmúlt évre. A legfontosabb az, hogy az új létesítményben, a városi úszodában tudunk edzeni mai napig, és jó hír az, hogy januártól folyamatosan is tudunk majd edzéseket tartani, és a bajnokságokat is meg tudjuk majd tartani. Emellett fontos kiemelnem azt, hogy nagyon sok gyerek van az Aquasport Egyesületnek az edzésein, és leigazolva. Nagyon jó látni azokat a gyerekeket, akik első alkalommal csak úszás oktatásra, képzésekre jönnek, és majd a medence környezetében, illetve abban a közegben maradnak, ami igazán megtetszik nekik, és folytatják a vízilabdával. Nagyon fontos volt az, hogy a nyáron az utánpótlás képzés irányába a példaképek közelről programot tudtuk még erősíteni, és olyan nagy neveket tudtunk lehozni, akik válogatott vagy olyan nagy eredményekkel rendelkeztek, mint Nagy Viktor, Keszthelyi Nagy Rita. Az Aquaese 3 korosztályos csapata, a gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttes szerepel az országos bajnokságban. Az országos bajnokság ugye a legmagasabb, amiben mi részt veszünk gyermek, serdülő és ifjúsági vonalon egyaránt, és ott egy jó közepes szinten szerepelnek a gyerekek. Van hova fejlődnünk, ez volt mindig is a cél, hogy ne álljunk meg, és ne egy helybe toporogjunk. Nagyon nehéz azzal szembesülnünk, hogy sok gyereket eligazolnak nagyobb klubok, mint hogy az idén a nyár végét követően a
lányoknál is két ilyen igazolás történt. Urbin Zsófi és a Potol Petra személyében Egerbe folytatták a pályafutásukat, de büszkén olvassuk, hogy válogatott kerettag U14 és U15-ben mind a két lányzó. Emellett szakembereink is megfelelő munkát végeztek, minden szinten ki vagyunk segítve, értem ez alatt nem csak az úszás oktatás és a vízilabda képzésnek a szakmai munkáját, hanem az erőnléti edzőket, vagy edzőt és azokat a mentál higiénás háttér, amit a Rudik Nékesmár Ágnes is ellát. Az Aqua Ese az elmúlt nyáron több tábort is tartott, mint egy 500 gyerek részvételével. Közülük körülbelül 50-en maradtak ősszel is az uszodában. Nekünk az a legfontosabb, hogy nagy tömegbázist építsünk. Évek óta ez a nagy feladatunk, hogy nagyon nagy tömeggel rendelkezzünk, mert én azt hiszem, hogy a tömegből kerülnek ki azok a tehetségek, azok a gyerekek, akikre majd később lehet számítani. Az első és legfontosabb az, hogy jól érezzék magukat, egy nagyon nagy családot alkotunk ezáltal, és utána majd azokat a speciális képzéseket majd azok a gyerekek akár egyéni képzésben megkapják majd. Mint az elnök elmondta, 2023-ban az a legfőbb céljuk, hogy versenyzőiket megtartsák. Az országos bajnokságban szereplő csapatoknál az előrelépés a cél, és folytatódik majd a példaképek közelgő sorozat is. Kedves nézőink, Önök január 2-án hétfőn a Kölcsei Televízió 2023-as első híradóját látták, volna este majd újra várjuk Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra. Imára munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!